Na, ne. Ja, oké, akkor most megmutatom, hogyan kell előadás előtt ropogtatni kezet, lábat kicsit, ugye? Megkérlek, alaphelyzet. Tudod, ismered, az, az nagyon ügyes vagy. Ilyenkor az ember megfogja, kezének ezt a részét behelyezi szemgyödrébe, mind a kettőt, és összezárja a könyökét. Rendben? No. Anyám! Oh, kirappad! Igen, okay. Ezt hallottam. Oh. Nem megy, neked nem ropog a hátad. Basszus, neked nem szokott fájni a hátad. De miért nem így fordítva nyomod, tudod, hogy így? Az, az még... a sótörés. Hát de úgy az más. Sökre, az megnyitja a gerincet. Jó, oké, okay, mehet. De figyelj, ha eltörik a gerince és béna marad, akkor kitörőjünk a felvételt, nem én voltam. De még kaján is. Már hosszú évek óta azt mondják nekem, olyan vagyok, mint egy kisgyerek. Belátom, így igaz, én nem lettem komoly, úgy, mint már. Hónapod esetben mit csinálsz? Szóval én is simán bemennék, felkapnám a Tesco-ba a bringát, leborítanék mindent a polcot, basszom a sív, ügyenek, lesz nem. Megpróbálnék a lehető legrövidebb időn belül kipróbálni minden olyan dolgot, ami tilos. Én, hogyha öngyilkos lennék, ezt már kipáltam, de nem áll szándékban egyáltalán, csak hogyha egy elgondolkoztam, és hogy mi lenne, ha, akkor én előtte valami nagyon nagy dolgot akarnék csinálni, mivel valamiért, szóval amivel valami jó. Én adnék annak a nénének egy cipőt. Bár mondják, múlva a gyermek évek, nincs visszakul.